és már akkor mindegy. Így már ezt ne vehetjük is ki. Forró olajban sülnek a fánkok a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ hétvégi eseményén, melynek során 300 darabot osztottak ki az ízletes desszertből. A program a járványügyi előírásoknak megfelelően zajlott, tehát kizárólag másfél méteres távolságot betartva várakozhattak az emberek, és a finomságot csak elvitelre kérhették. A desszert mellé forró teával is szolgáltak a szervezők, mindezt teljesen ingyen tették. Az odalátogatók örültek a kezdeményezésnek, hiszen a jelenlegi járványhelyzet miatt szinte teljesen megszűnt a közösségi élet, egyhangúvá váltak napjaink. Egy este 8-10 óra közötti sétának nagyon tudnék örülni, mert nem tudok jól aludni, és olyan jól esne egy kis levegő. De hát ez most egy szuper ötlet volt, ez a fánkozás. Vírus véget, igen, ez egy nagyon jó dolog, igen, és egy lépés előre. Én szerintem, hogy kellene nyitni, én azt mondom. A Babits Mihály Kulturális Központ már régóta szeretett volna valamilyen rendezvénnyel kedveskedni a szekszárdi lakosoknak. Ehhez nyújtott kiváló alkalmat a farsangi időszak, mondja Gödrei Zoltán, a Kulturális Központ kommunikációs vezetője. Ezt a kezdeményezést, ezt így a farsang apropóján hívtuk életre, ez egy ilyen farsangi fánki délelőttünk. 300 adag fánkot készítünk, és a nagyon-nagyon finom farsangi szalagos fánkok mellett nagyon finom forró teát is osztunk. Tehát mégiscsak farsang van. Itt van a farsang időszaka, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit ezt az időszakot feldobjuk ezzel a farsangi fánk és te a osztással, ami hála jó Istennek nagyon-nagyon nagy sikernek örvend. A farsangi időszak hossza évről évre változik, mivel záró napja húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszt napján, vagyis január 6-án kezdődik, és a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazó szerdáig tart.